vengo a cogliere una piazza. Ki volt ott? Devizahiteles. Az előbb éppen ügyet intézett az OTP-be, amikor ott a plakátolást folytattuk, és elmondja, hogy hogy érezték magukat az alkalmazottak. Addit hallgatjátok. Sziasztok! A történet azzal kezdődött, hogy szépen bementem a bankfiókba, megkérdeztem, hogy nyitva van-e. A biztonsági őr megkérdezte tőlem, hogy banki ügyet szeretnék-e intézni. Mondtam, hogy igen. Akkor beengedtek. Bent össze-vissza kettő darab ügyfél várakozott, mert nem mernek több embert egyszerre beengedni, attól félnek, hogy a devizások banki ügyintézés címszóval tümegesen bemennek a bankfiókba, és amikor bent vannak, akkor a lehetőséget kihasználva ott valamit ügyködnek, amit szoktak. Na most én valóban intéztem az ügyet, felkészültem és hoztam a dossziémat. Le is ültem az ügyintézőhöz, amikor a sorszám alapján oda kerültem. Amit idáig nem tudtam elérni, nem tudom hány éve szórakozom, hogy vegyenek fel egy jegyzőkönyvet a panaszomról, és arról én kapjak egy másolatot. Most 2 perc alatt megoldódott. Felvette a jegyzőkönyvet, tudomásul vette, hogy nem vagyok hajlandó 400 000 forint tartozás helyett 1 300 000 forintot visszafizetni nekik. Felvette a panaszomat, jegyzőkönyvben rögzítette, a jegyzőkönyvről kaptam egy másolatot, amit leírtam panaszképpen, azt is lefénymásolta, aláírta, hogy átvette, és így kaptam vissza. Tehát most már van bizonyítékom arról, hogy én próbálkozom, én nem megtagadom a tartozásom kifizetését, csak irreális összegeket nem vagyok hajlandó tovább kifizetni. Amivel tartozom, természetesen megfizetem, mert az jogos, de többet nem. Egy fillérrel sem. És ezt tanácsolom mindenkinek. A bankszámlámat úgy tudtam csak megszüntetni, hogy a fizetésem bankszámlára utalását megszüntettem, és miután 3 hónapig nem érkezett pénz a számlára, így a szabályzatok értelmében ők szüntették meg. Ameddig én könyörögtem, hogy nem kérek bankszámlát, nem kérek bankkártyát, addig mindenféle indokkal azt mondták, hogy ezért nem lehet, azért nem lehet, az alhitelt ki kell fizetnem, meg ezt kell, azt kell, amaz kell csinálnom ahhoz, hogy megszűnhessen a bankszámlám. Tehát gyakorlatilag rákényszerítettek arra, hogy ezt a módszert választom, amit egyáltalán nem bántam meg, mert azóta nem kell tranzakciós díjat fizetnem, nem kell kártyadíjat fizetnem, semmit nem kell fizetnem, a postás meghozza a fizetésemet, és eldöntöm, hogy abból melyik csekket fogom befizetni. Lehet, hogy a következő, mit tudom én, fél éven belül esetleg az OTP-nek is feladok majd egy-két csekket, ha a mostani panaszomat úgy bírálják el, hogy a számomra is elfogadható legyen. Mindannyiótoknak nagyon sok erőt, kitartást kívánok, és ameddig mi együtt vagyunk, és segítjük egymást, nincs az a hatalom, aki legyőzhet minket. Hajrá!